turizmusfejlesztés 1,4 milliárd forintból 21 településen valósul meg a nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése 2020 nyaráig. Szaktanácsadásra is jut majd, összesen 1000 milliárd forint támogatási összeget hívtak le a gazdák az elmúlt 3 évben vidékfejlesztésre. 10 000 kötetes könyvtár, 18 millió forintból 10 000 kötetes könyvtárat és olvasótermet adtak át a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumában, Nagykállóban. Milliárd forintból 21 településen valósul meg a nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése 2020 nyaráig. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházásokkal a nyírség épített és természeti értékeit kívánják turisztikai termékké fejleszteni, bekapcsolni azokat a turizmus vérkeringésébe, illetve különböző termékcsomagok kialakításával a látogatók tartózkodási idejét szeretnék növelni. Eddig számos esetben egy-egy településhez kötődtek a fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elkövetkező években azonban egy paradigmaváltás valósul majd meg. Térségi alapon alakítanak ki turisztikai desztinációkat, turisztikai térségeket a megye meglévő értékeinek fejlesztésével és hálózatba szervezésével. Ennek alapját a megye 4 nagy néprajzi és földrajzi tájegysége adja. A Nyírség, a Szatmár-Bereg, a Nyíri mezőség és a Rétköz. A nyírségben tervezett fejlesztésekről a megyeházán számoltak be. A projektnyitó rendezvényen elhangzott, a beruházások megyei koordinációban valósulnak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat irányításával és a terület és településfejlesztési operatív program támogatásával. Mintegy 7 milliárd forint az, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében turisztikai célokra hasznosulhat, és a mostani programunk egy több mint 1 milliárd forint összköltségű program, amelynek az a különlegessége, hogy több önkormányzat konzorciumaként jön létre ennek az uniós projektnek a megvalósítása. Én úgy gondolom, hogy ez egy követendő példa az ország egyéb megyei számára is, és hogyha az egyik legnagyobb megyénkben ilyen programokat lehet megcsinálni, akkor ezt a kisebb megyék is meg fogják tudni oldani. 2017 nyarán indult el a megye területén a 4 integrált turisztikai projekt megvalósítása. Ez 3 évre 2020 közepéig a megye 45 településén összesen 51 turisztikai látványosság kialakítását teszi lehetővé. Különféle turisztikai termékcsomagok létrehozásával pedig növelni kívánják a látogatók tartózkodási idejét a megyében. A templom felújítástól a vizitúra megállóhelyig terjedő komplex programokat jelent, hiszen egy turista nem pusztán csak azért indul el, hogy megtekintsen valamilyen turisztikai értéket, hanem egy élményre vágyik. De az élménynek része lehet persze akár egy középkori templomnak a meglátogatása is, az ottani kulturális értékeknek a felfedezése. Látogató barát módon ezt hangsúlyozni kell a 21. századi elvárásoknak megfelelően olyan interaktív látványelemekkel, amiket joggal várnak el a mai turisták. A mostani nyírséget érintő fejlesztés keretében 21 településen valósulnak meg idegenforgalmi beruházások. A nyírség örökség helyszínei között fejlesztéseket terveznek a Kállósemjéni Kállai Kúriában és a Baktalóránházi Dégenfeld Kastélyban, de megújulnak a térség kiemelt templomai is. Ezen kívül a természeti értékek megőrzése és bemutatása is fontos célja a programnak, így Bátorligeten Tuzson János látogatóközpont jön létre, megtörténik a Vajai Őstó turisztikai célú fejlesztése, és Nyírbogáton az Alföld legmagasabb pontja a Hoportyó fejlesztése. De a nyírség kiemelt rendezvény helyszíneit, a Leveleki strandot, illetve az Apagyi és Mária Pócsi horgásztavakat érintő beruházások is a projekt részét képezik. Összesen 1000 milliárd forint támogatási összeget hívtak le a gazdák az elmúlt 3 évben vidékfejlesztésre, várhatóan októberben pedig minden ehhez kapcsolódó pályázatot elbírálnak majd. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara másik kiemelt projektje a szaktanácsadói hálózat kiépítése, amelyre a vidékfejlesztési program 14 milliárd forintos forrás biztosít. A cél, hogy képezzék a gazdákat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontos szerepet vívott ki magának a gazdák körében. Egyre többen adnak a szervezet véleményére, kérik a szaktanácsadók segítségét, ám még mindig sok gazdálkodónak nincs közvetlen kapcsolata a szervezettel. Ennek érdekében indult szakmai fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, közölte a NAK megyei elnöke. Létszámát tekintve Szabolcs megyében működik a legnagyobb kamara, összesen több mint 50 000 regisztrált fővel.
Én úgy gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamara szervezésével egyre több gazdálkodónak felhívjuk a figyelmét a lehetőségre, de azt szeretnénk, hogy azok a gazdálkodóknak is felhívjuk, aki úgy gondolja, hogy még talán ebbe a közösségbe úgy Isten igazából nem kapcsolódott be. A rendezvényen elhangzott, idén októberben minden vidékfejlesztési pályázatot elbírálnak, a pályázati rendszerben a kamara segít a gazdálkodóknak. A falugazdászok mindegy 120 ezer kérelmet nyújtanak be évente. Ennek köszönhetően az elmúlt 3 évben 1000 milliárd forint támogatás lehívásában segítették a nyertes pályázókat. A szervezet az elmúlt időszakban a pályázatírásban is segítette a gazdákat, a jövőben pedig külön szaktanácsadók is rendelkezésre állnak majd. A hálózat kiépítésére a vidékfejlesztési program mintegy 14 milliárd forintos forrást biztosít. A kamara részt vesz a szaktanácsadók képzésében is. A falugazdász hálózat az továbbiakban is áll rendelkezésre, és őket még meg szeretnénk egy kicsit erősíteni az általuk végzett munkát azzal, hogy szaktanácsadókat kívánunk mindegy 100 főt a gazdálkodók rendelkezésére bocsájtani. Ők már egy sokkal magasabb szakmai színvonalat fognak képviselni. Alapvetően azért, mert nem csak a bürokráciával fognak foglalkozni, nem csak a pályázatok, illetve különböző kötelezettségek teljesítésében, hanem már valóban olyan nevük is mutatja, hogy szaktanácsot is fognak adni. Azt gondoljuk, hogy ezt nagyon sok gazdálkodó fogja igénybe venni, hisz a másik nagyon fontos feladatunk, ez az ismeretek terjesztése, egy kicsit a gazdák edukálása, hogy nyitottak legyünk a világ újdonságaival szemben. A gazdálkodóknak az egyéni szaktanácsadásért évente 27 ezer forintot kell majd fizetni, a csoportos szaktanácsadás azonban ingyenes lesz. A tervek szerint a program 5 év alatt akár 74 ezer embert is elérhet. Szabolcs megye élelmiszergazdasága is folyamatosan fejlődik, ezért is fontos az ágazat támogatása, tette hozzá a megyei kormány megbízott a rendezvényen. A kormányhivatal a maga részéről ezt a munkát több úton is tudja segíteni. Az egyik ilyen terület a földhivatalon keresztül. Bizonyára sokan tudják, hogy az osztatlan közös tulajdon megosztásával kapcsolatosan egy komoly munka indult meg az elmúlt időszakban, és mi ezt szeretnénk még tovább gyorsítani, mert azt látjuk, hogy a földügynek a rendezésével még inkább segíthetjük a gazdálkodókat. Másik ilyen terület például, az pedig a megyei vidékfejlesztési hivatal, amely a kormányhivatalokba került integrálásra idején évelején. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, amelyre, hogyha kellően odafigyelünk, és azon keresztül tudjuk segíteni a megye gazdálkodóit, és a megyei gazdálkodókon keresztül pedig az egész megyének a gyarapodását, az épülését. Idén novemberben kamarai tisztségújítás lesz, hangzott el a rendezvényen. Kiemelték, a kamara reális célok kitűzésével fog a magyar gazdatársadalom érdekeiben működni. 18 millió forintból 10 ezer kötetes könyvtárat és olvasótermet adtak át a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumában, Nagykállóban. A beruházás részeként két új tantermet is kialakítottak az intézményben, ahol az év végéig energiakorszerűsítéseket is terveznek napelemek telepítésével. A könyvtár átadó ünnepségén elhangzott az is, januárban indul az Iskolapad újra töltve program. A 147 éves intézményben az elmúlt 11 esztendőben nem volt könyvtár. A diákok a korányi gimnáziumba mentek át, ha szükségük volt könyvekre. A fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum anyagi támogatásával a Budaiban 18 millió forintból kialakítottak egy könyvtárszobát és olvasótermet, valamint két tanterem is megújult a beruházása részeként. Mivel iskolánk a megye legrégebbi állami intézménye, úgy gondoltuk, hogy illő egy ilyen nagy múlttal rendelkező intézménynek, hogy könyvtára legyen, és ezzel a centrum segítségével és anyagi támogatásával, a régi konyha működött itt régen, konyharészt alakította át egy ilyen szép nagy könyvtárteremé, illetve két szükségtantermünk volt, elég áldatlan állapotok uralkodtak, és most azt is modernizáltuk, új burkolatot kapott, új falat, és teljesen új berendezést. A budai diákok örülnek annak, hogy most már helyben vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Nagyon sok mindent segít, ugyanis ha bármit nem tudunk anyagból, vagy esetleg kell egy hely, ahol csendesen be tudunk ülni és tanulni, ez számunkra egy tökéletes. Bemegyünk, tele van könyvekkel, kötelezőt kivesszük, bármikor le tudunk ülni, tanulni. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, hogy a hasonló beruházások hozzásegítik a fiatalokat a versenyképes tudás megszerzéséhez. Szeretnénk olyan lehetőséget adni a fiataljainknak, ahol a tudást meg tudják szerezni. Szeretnénk olyan terepet biztosítani a megyében nekik, ahol dolgozni tudnak,
És én úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat, akik itt tanulnak, lehetőséghez tudjuk juttatni, akár munkahelyjel, akár tanulással. A rendezvényen az is elhangzott, hogy az év végéig energetikai korszerűsítés keretében napelemek kerülnek az iskola épületére, januárban pedig elindul az iskolapad újra töltve program, amely 24 korábban lemorzsolódott diákot vezet vissza a tanulás világába. Meghatározott ütemtervvel segíti a gondnokság alá helyezettek felülvizsgálatát a Nyíregyházi Törvényszék és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A polgári törvénykönyv rendelkezése alapján a gyámhatóságoknak pert kell indítaniuk a járásbíróságokon. Ez a megyében mintegy 700 embert érint. A két intézmény ennek érdekében kötött együttműködési megállapodás pénteken. Hivatalossá vált a kormányhivatal és a törvényszék együttműködési megállapodása. Román István és Nyakó Zsuzsanna pénteken írta alá a két intézmény egyességét. A következő két évben a polgári törvénykönyv határozata alapján több száz ügy megindítása kezdődik majd a megyében. A gondokolt személyek felülvizsgálatával kapcsolatosan végbementett törvénymódosítás, amely kötelezettséget ró a megyei kormányhivatalban abban a tekintetben, hogy felül kell vizsgálni a korábbi döntéseket, és ennek a felülvizsgálatnak peres eljárás keretében kell megtörténni. Tehát a gyámhivataloknak, illetve a megyei törvényszéknek komolyan együtt kell működni abban, és szorosan, hogy ütemezetten történjen ezeknek a felülvizsgálatoknak a megszervezése. A perindítási kötelezettség két részre oszlik. Első körben idén a 2002 és 2007 között, jövőre pedig a 2008 és 2014 között meghozott határozatok felülvizsgálata lesz kötelező. A közös megállapodás ennek a két évnek a munkáját segíti, ugyanis ez 700 személyt érint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A gyámhivataloknak kell kezdeményezni abban az évben a peres eljárást, amikor a felülvizsgálat esedékessé válik, tehát nem napra pontosan vagy hónapra pontosan, hanem évre pontosan, és a gyámhivatali kezdeményezés alapján indul meg a peres eljárás, értesítjük, megidézzük az érintett személyeket, illetőleg mivel ez általában egészségi állapotot érintő kérdés, ezért szakértői bizonyítást veszünk igénybe. A két intézmény célja, hogy a jogvitákat közösen, ésszerű határidőn belül teljesítsék, tette hozzá Nyakó Zsuzsanna. A fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása című tanulmányt is bemutatták az Evangélikus Roma Szakkollégium nyíregyházi tanévnyitóján. Részletek később, most azonban lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Vasárnap hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks, a Győrt fogadják. Hétfordulót követően 100%-os teljesítménnyel áll a megyei első osztály tabellájának élén a sényői futballcsapat. A fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása című tanulmányt is bemutatták az Evangélikus Roma Szakkollégium nyíregyházi tanévnyitóján. Hüse Lajos és Molnár Erzsébet tanulmánya a szakkollégiumi tudástár negyedik kötete. A szakkollégiumi hálózat vállalt hivatása, hogy hozzájáruljon a roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatók diploma szerzéséhez. Az idei tanévben 27 hallgatója van a szakkollégiumnak. Megjelent Hüse Lajos és Molnár Erzsébet fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása című tanulmánykötete. A könyvet az Evangélikus Roma Szakkollégium tanévnyitó ünnepségén mutatták be. A tudássorozat legfrissebb tanulmánya uniós támogatással jelenhetett meg. Ennek a kötetnek tulajdonképpen az a jelentősége, hogy nem pusztán arról beszél, hogy hogyan kell a befogadást megvalósítani, milyen technikákkal, hanem egyfajta kézikönyvet is kínál a fiatalokkal dolgozó szakemberek számára, felkészítve őket különböző helyzetekre, úgy a konfliktusokra, mint a tehetséggondozásnak a különböző buktatóira. A kiadvány az Evangélikus Roma Szakkollégium pedagógiai programjának részét képezi. A hasonló tanulmányok mellett számos módon segítik a fiatalok továbbtanulását, hiszen az intézmény vállalt hivatása, hogy hozzájáruljon a roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatók diplomaszerzéséhez. Többek között a fiatalok nyelvvizsgához jutását is segítik. Ingyen biztosítjuk a pályázat révén, EFOP-os pályázat révén az angol, illetve a német nyelvoktatást. Célunk az, hogy mire a diplomaszerzésre
eljutnak, tehát a negyedik év, vagy éppen a harmadik év, attól függően, hogy mennyi idős a képzésük, rendelkezzenek nyelvvizsgával. Tehát ez a legfontosabb elemünk. A programok sikeresek, mondta el az igazgató. A szakkollégium több hallgatója PhD és mesterképzésen fejezi be tanulmányait, tette hozzá. A 41-es főútvonal Orosi úti szakaszán és a 4-es számú főútvonalon a Véda kapuk éves karbantartását végezték a szakemberek a Magyar Közút és a rendőrség szakembereinek segítségével forgalomkorlátozás mellett. Szombaton reggel 8 órától lezárják Nyíregyházán a Tünde utcát, a Kálói út és a Debreceni út közötti szakaszát. Felhívják az autósok figyelmét, hogy az útlezárás a jövő hét elejéig tart, de nem érinti a tömegközlekedési járművek közlekedését. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B negyedik fordulójában a győri KC csapatát fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Szerdán is rendeztek fordulót az NB1B piros csoportjában, a nyíregyháziak azonban nem léptek pályára, mivel az oroszlány csarnok problémák miatt a találkozó elhalasztását kérte. A Veszprém elleni hazai sikert követően egy héttel így ismét a Continental Arénában lépnek majd pályára bajnoki meccsen a kék cápák. A vasárnapi ellenfél győri KC eddig 3 meccséből 2-t megnyert. A korábban a nyugati csoportban szereplő győriekkel a legutóbbi szezon rájátszásában találkozott a Blue Sharks, akkor 2 győzelemmel zárta az 5. helyről döntő párharcot Siska János együttese. Annyi előnyünk van, hogy a győrrel azért játszottuk már tavaly, ugye az 5. helyért. Azért ott is volt játékos csere, edzőcsere. Annyi vagyunk előrébb, hogy ők már lejátszott a 2 meccset, 2 bajnoki mérkőzés, azoknak a felvételét már meg tudtuk nézni, meg tudtuk vágni, azért kicsit előri vagyunk, mint a Veszprém ellen. Mindenképpen kevesebb eladott labdát várnék el, ugye 20 eladott labdánk volt, azzal nagyon nehéz mérkőzésre jönni, illetve ugye a támadásbeli játékunkat is újítani kell, itt az Ednek meg kell találni a helyét, hogy ő is több pontot tudjon dobni, illetve Palánk alatt még mindig hiányoznak a pontok. Illetve az, hogy az első félidőben is olyan keményen tudjuk védekezni, mint a másik félidőben. Az első félidőben kaptunk 45 pontot, másodikban csak 24-et. A Veszprém ellen 31 pontot szerző Cura Attila abban bízik, hogy a csapat azt az arcát mutatja majd a Győr ellen, amelyiket a hazai mérkőzésen láthattak a szurkolók. Szerintem a Bonyhádi elleni mérkőzésen egyszerűen csak egy olyan rossz napot fogtunk ki. Nem úgy játszottunk, ami ebbe a csapatba benne van. A Veszprém ellen pedig összeszedtük magunkat, ott se ez a könnyű meccs volt, szóval eléggé brusztolós volt, de igazából a fiatalok is be tudtak szállni, szerencsére én is tudtam pótolni Busivánt, nagyon hiányzott a meccsből, de győztesen tudtunk kijönni a végén. A Nyíregyháza Blue Sharks győrmérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A Kölcsey Televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Bonyhád Nagykőrös, Budapesti Honvéd MTK Török Bálint, Vasas Akadémia, Vásárhelyi Kosársuli, Békés Oroszlány, Miskolc Tehetséges Fiatalok és Veszprém PVSK 2. Hét fordulót követően 100%-os teljesítménnyel áll a megyei első osztály tabellájának élén a Sényői futballcsapat. Sándor Tamás együttese legutóbb az addig szintén hibátlan Nyír Gyulajt verte 5-0. A Sényő a Magyar Kupában az MB2-es Kazinc Barcikát búcsúztatta, a következő körben pedig a Pest megyei Törtel otthonában lép pályára. A Sényői futballcsapat veretes múlttal rendelkezik, a 90-es évek közepén 2 szezont játszott az együttes a Nemzeti Bajnokság másodosztályában. Azóta hol az NB3-ban, hol a megyei első osztályban, hol pedig a megyei másodosztályban szerepelt a Sényő. A legutóbbi szezonban a megye 1/6. Helyén végzett a csapat, amely jelentős erősítés után a bajnoki cím megszerzésének céljával vágott neki a 2017-2018-as évadnak. A barátaink, akik egybe szponzora is a csapatnak, úgy döntöttek, hogy próbáljunk meg újra egy nagyot álmodni, egy nagyot alakítani, és úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje, hisz kacérkodtunk mi már ezzel évek óta, de NB3-ba feljutni nem volt igazán gazdaságos, hisz nem diaszták semmivel, a mostani információnk alapján viszont komoly
költségvetési, vagy MLS támogatást kapunk, ezért osztottunk, szoroztunk, és akkor úgy döntöttünk, hogy belevágunk. A felkészülést még Fogarasi Zoltánnal kezdte el a Sényű, de az első meccsen már Sándor Tamás ült a kispadon. A korábbi válogatott futballista irányításával eddigi 7 bajnoki meccsét megnyerte a csapat. Nagyon kevés időnk volt a felkészülésre, a csapattal együtt 2-3 hét állt rendelkezésünkre arra, hogy a bajnokságba egy jó kezdést produkáljunk. De úgy gondolom, hogy a játékosok vevők voltak az új dolgokra, és nagyon gyorsan sikerült elsajátítani azokat a dolgokat, amik elengedhetetlenek akár a megyei futballba is, és hát ennek eredménye volt az, hogy jól kezdtük a bajnokságot. A Sínyű a Magyar Kupában is menetel, legutóbb a Kazinc Barcikát verték hosszabbítás után 2-0, a következő körben pedig a Pest megyei másodosztályban szereplő Törtelhez látogatnak Lepás Krisztiánék. A MB2-es csapatot mindig nagyon nagy dolog kiejteni. Nekünk is az volt, nagyon örültünk neki. Kicsit meg is lepődtünk, hát kicsit nagyobb játékerőt vártunk a Kazinc Barcikától, de nagyon örültünk neki. A bajnokságban vasárnap Rakamazon lép pályára Sényű. A forduló további párosítása a következő: Domrád Nagyecsed, Mándok Tiszavasvári, Máté Szalka Baktalórendháza, Nyír Gyulaj Tuzsér, Vásáros Namény Balkány, Kótai Tarpa és Fehérgyarmat Nagyhalász. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. 1,4 milliárd forintból 21 településen valósul meg a Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése 2020 nyaráig. A turisztikai fejlesztés keretében 21 településen valósulnak meg idegenforgalmi beruházások. Összesen 1000 milliárd forint támogatási összeget hívtak le a gazdák az elmúlt 3 évben vidékfejlesztésre, várhatóan októberben pedig minden ehhez kapcsolódó pályázatot elbírálnak, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kisvárdai találkozóján. 18 millió forintból 10 000 kötetes könyvtárat és olvasótermet adtak át a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumában, Nagykállóban. A beruházás részeként 2 új tantermet is kialakítottak az intézményben. A fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása című tanulmányt is bemutatták az Evangélikus Roma Szakkollégium nyíregyházi tanévnyitóján. A szakkollégiumi hálózat vállalt hivatása, hogy hozzájáruljon a roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatók diploma szerzéséhez. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták. Szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel legközelebb pedig hétfőn este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a csendes őszi idő. Észak-Kelet-Európa felett nagy kiterjedésű anticiklon található. Ennek peremén a Kárpát-medence fölé változó nedvesség tartalmú levegő áramlik. Csendes, nyugodt őszi időben lesz részünk, az ilyenkor megszokottnál 1-2 fokkal alacsonyabb hőmérsékletekkel. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változóan felhőség mellett általában több órás napsütésre lehet számítani, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Hétfőig folytatódik a nyugodt, eseménytelen őszi időjárás. Derült és erősen felhős körzetek, illetve periódusok egyaránt előfordulnak. Csapadék nem valószínű. Kedden egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és sokfelé számítani kell esőre, záporesőre. Több helyütt megerősödik az északnyugatira forduló szél, néhány fokkal visszaesik a nappali hőmérséklet.